nem időzik el a kamera mondjuk ezeken a fenekeken, vagy a... Te rosszul... Rosszul áll? Mentem és itt tartottam a GoPro kamerát itt a testem mellett, és akkor jöttek velem szemben ilyen mesztelen férfiak papucsba, akik nyilvánra meglepődtek attól, hogy jön velük szemben egy bikinis nő, eleve egy ilyen meleg férfi helyen. És hát nyilván a külföldi fogadtatás ennek a filmnek egy külön érdekes dolog lehet, hogyha arról beszélünk, hogy milyen egy valahai vasgöny mögé zárt ország, valahai tényleg marginalizált és periférizált homoszexuális embereit megszólaltatni és megnyitni egy európai, egy világ néző közönsége számára. De ez csak mondom, ilyen előzetes és számomra, mint aki egy picit filmként is nézte ezt a dolgot, ilyen benyomások. Magyarországi fogadtatása a filmnek, azt hogy éltétek meg? Láttam, hogy a több városban voltak vetítések, hasonló beszélgetések. Kell kísérve, hogy milyen reakciókat kaptatok a közönségtől? Alapvetően szerintem jó kritikát kapott a film, elég sokan írtak róla. Tehát mindenkinek volt, hogy nem tudom, miért ez nincs benne, miért ez van benne, miért az, de hát ez a szokásos. És tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen hiánypótló a film. Tehát a film ugye azt akart elérni, hogy legyen egy ilyen tablószerű, ugye, hogy tulajdonképpen fölvázoljon egy korszakot, sok témából mutasson meg valamit, ami ugye a legfontosabb volt, azokra próbáltam ugye megtalálni ugye a legjobb alanyokat, tehát hogy tényleg ők beszéljenek róluk, Laci, Bencé. Tehát például ugye kaptunk ilyen kritikát, hogy miért nem csak az egyik témát fejti ki? Hát azért nem csak az egyik témát fejti ki, mert ugye a filmnek az a felvállalt szerepe, hogy ahogy a Zsolt is nagyon jól mondta, hogy tényleg így a mainstream közönséghez szóljon. Tehát ez a film ez nem azt jelenti, hogy nyelvezetet, amit mondjuk mi egymás között értenénk, de mondjuk anyukám nem értene otthon a konyhában, hogyha mesélek róla, mert nem is így akarta bemutatni. Tehát hogy közérthető legyen, tudja a korszak ugye többi eseményéhez kapcsolni, ugye a nagy eseményekhez, az is fontos volt, ugye ez egy mikrotörténelem, tehát hogy időben párhuzamba állítsuk ugye a korszak egyéb eseményeivel, ugye segítse a befogadhatóságot, ugye azt gondolom, hogy nagyon segíti a befogadhatóságot az, hogy nagyon rokonszenves szereplőket találtam, tehát hogy sokfélék szerethetők, érdekesek, mindenkinek van egy saját sztoria, ugye azzal, hogy aktivisták, vagy azzal, hogy előadó művészek, ugye nagyon sok rétűségét élték meg ugye annak a fajta meleg történelemnek, amiről a film szól. Ugye az eltitkolt évek az a filmnek tulajdonképpen a kvázi a leszbikus párja, hogyha mondhatjuk így. Az 2009-es az a film. Ugye akkor még onnan kezdeném, hogy a 2000-es évek elején mi megalakítottuk ezt az informális budapesti leszbikus filmbizottságot a barátainkkal együtt. Filmeztünk dokumentumfilmet, kisjátékfilmet, nagyjátékfilmet, a Rózsaszín Görényt, és aztán az egy ilyen laza alkotói csoport volt. De hogy már akkor megfogalmazódott bennünk, hogy vannak itt kvázi nagy öregek, akik ugye éltek az előző társadalomban, hallgassuk meg az ő személyes történeteiket, de hogy az én ötletem volt az, hogy akkor jó, akkor ezek ne csak ilyen önálló videóinterjúk legyenek, ilyen oral history alapon működjenek, és aztán azokat föltegyük a polcra, hanem legyen ez egy szerkesztett film. Ebből lett ugye az eltitkolt évek, ami ugye hasonlóan végigmesél a korszakot, csak női szemszögből. Ez volt 2009-ben, és aztán három évvel később a filmnek a Milán nevű szereplője, ugye akit láthattatok a vászon, megkeresett, hogy hát figyelj Mari, akkor csináljuk meg ennek a meleg pasis párját, ennek a filmnek. És mert ugye tulajdonképpen féltékeny, hogy mi az, hogy a leszbikusokról van film, de a melegekről nincs. Ami egyébként egy érdekes visszajelzés volt nekem az eltitkolt évekről, ugye ott is ilyen 40-en fölüli csajok mesélnek, 40-től 70-ig, hogy na de hol vannak ebből a fiatalok, és hát basszus, hol vannak ebből a fiatalok, amikor annyi minden sztorit el lehet mondani az elmúlt rendszerből, és csak az idősebbek tudják, hát akkor mindenki ide a fiatal generáció. És akkor azt gondoltam, hogyha itt van a Milán, ugye, aki akkor a Meleg Szemmel videóblogot vezette,
fönt van. Zsolt, te megfognád a pályaut kezét Budapest utcáin? Hát, ha lenne párom. Jó, feltételezzük, hogy van pályod. Van pályod, megfognád a kezét az utcán? A körülményektől függ egyébként. Meg itt van az ő alkotótársa, aki végül is itt rejtőzködik ugye a filmben. Meg volt egy-két karakteres figura, a Halmai Gábor, aki egy ilyen nagy aktivista volt, ilyen valós aktivista, ő is a filmben van, ugye a Hanzli Peti, aki meg meleg aktivista. Tehát, hogy a fiatal generáció az olyan módon mutatkozzon meg, hogy ne egy külsős riporter legyen, hanem hogy ők kérdezzék ugye az előző generációnak a tagjait, hogy mik voltak nekik a tapasztalataik, és valamiféle összevetés legyen. És vajon mennyire volt az emberek fejében ez köztudott, hogy az egyetem presszó az egy ilyen hát félig mindenki, hely. Azt mindenki tudta. Az összevetésből aztán olyan túl sok ugye nem maradt, egy-két reflexió van a filmben, mert igazából az jött le, hogy az idősek, vagy idősebbek történet annyival érdekesebb, hogy most, hogy a korszak, ma itt most mi van, azt úgyis mindenki tudja, de hogy inkább a régmúltat mutassuk meg, hiszen a film az alapvetően arról szól. Persze, minden tele volt spiclivel, érted? Hát azért folyamtársaink között is volt, a baráti körünkben is volt. És tehát, hogy így keletkezett a meleg férfiak ideg diktatúrák, és ugye sokkal lassabban készült egyébként, mint az eltitkolt évek, mert ugye magyar pénzt nem nagyon találtunk rá, tehát ez főleg ugye külföldi pénzekből készült. Az eltitkolt éveket még 2008-ban az akkori, tehát a film alapnak az elődje, az Andy Vajnás film alapnak, ha tetszik az elődje, a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatta. Nem is annyi pénzzel, mint ez, tehát hogy jobban tudtunk aztán, hogy is több pénzt találtunk erre, úgyhogy több ilyen játékos vagy fikciós jelenetet tudtunk reálni. Hát ez egy igazi igényfajta. Nagyon jó. Az lenne az igazi, hogyha most jönnének igazoltatni minket. Nagyon érdekes volt a forgatás előtt, mi nem ismertük egymást a fiatalokkal, tehát tulajdonképpen akkor találkoztunk először, amikor az első forgatási nap volt, és nagyon gyorsan egymásra tudtunk hangolódni. Tehát annyira hamar megvolt az összhang közöttünk, és annyira jó volt a hangulat egész végig, hogy semmiféle feszültséget nem okozott ez a generációs különbség. És valóban többször volt az, hogy a forgatás alatt még egy ilyen időutazást éltünk át, és az nagyon izgalmas volt, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben újraélik azt, ami velünk megtörtént. A Rábon egy ilyen tipikus ilyen történet volt, mikor kimentünk a strandra, és ott meséltük nekik, hogy mi annak idején, és mit jelentett nekünk ott lenni, és valóban szinte, minthogyha magunkat láttuk volna fiatalon. És én azt gondolom, hogy a filmben ez vissza is jön, ez a egymásnak felelgetés, hogy szinte időben hol itt vagyunk, hol ott vagyunk, és ez ettől is ez nem egy olyan típusú dokumentumfilm, mint az első volt az eltitkolt évek, hanem ugye ezt kreatív dokumentumfilmnek hívják ezt a fajta stílust, de az biztos, hogy a forgatása nagyon nagyon nagy élmény volt. A film elején a Nádasdi Ádám mondja, hogy ne akarjátok azt kimondatni velem, hogy ugyanolyan rossz minden. Hogy a fiatalok nézőpontja változott? Tehát, hogy így mennyiben sikerült esetleg egy kicsit optimistább hangulatban kerülni őt? Tehát, hogy az elején úgy tűnt, hogy ők azért elég sötéten élik meg a jelen helyzetet, talán nem is annyira alaptalanul. Ott ezt akartam eszembe, mert ilyen is igen, viszont, hogy azért mégiscsak valami fajta optimizmus, vagy pozitívabb hozzáállás ként csapódhat le ez a múltal való szembesülés. Ez annyira ritka, hogy valaki szexről, meg ilyen szexualitásról ennyire nyíltan beszéljen a kamera előtt, szóval nem is csak a kamera előtt, hanem bármilyen beszélgetésben, így, hogy mi most találkoztunk vele kvázi először. Gyűrű az azt szimbolizálja? Igen. Vajon engem valaha fognak-e így oltár elé vezetni? Hát, anyakönyvvezető elé vezetni, és hogy velem elő fog fordulni. Jaj, Péter, biztos. Én nem hiszem, hogy változott volna valami az ő szemléletükben a forgatás alatt, nem is ez volt a cél. Egy teljesen más típusú társadalomban éltünk mi fiatalkorunkban, aminek megvolt a maga iszonyatos nehézsége, és egy teljesen más típusú társadalomban élnek ők, akik teljesen más problémákkal néznek szembe.
nem nagyon lehet a kettőt összehasonlítani, nem is szeretem azt a kérdést, hogy melyik volt jobb, vagy kinek könnyebb, mindenkinek a maga sorsa nehéz. Szerintem ezek a fiatalok nagyon realistán látják a világot, nagyon politikusan látják a világot, és én abszolút egyetértek velük ebben. De ez már azt lehet mondani, hogy az ő problémájuk inkább, mint a miénk, mert mi már kifelé megyünk ebből, mi már sokkal passzívabban mondjuk, lehet, hogy egy kicsit elkeseredve, vagy rossz szájízzel nézzük, hogy hogy alakul a mai társadalom, de nekik előttük áll az élet, tehát nekik ez sokkal nagyobb kihívás, mint nekünk. Mi már inkább csak asszisztálunk ehhez a dologhoz. Mi akkor voltunk aktívak, amikor a 90-es években, vagy még előtte. Akkor ez a film csinál egy ilyen stafétabot átadásgesztust, és egy picit a két generációnak a ilyetén találkoztatásával, hogy mi megtettük, amit akkor meg lehetett, vagy amit megtettünk, és akkor ti pedig, erre van egy utalás ugye a film végén, amikor a srác bocsánat emelét nem tudom mondja, hogy mennyit jelentett neki az, hogy megalakult a Homér a szervezet, és a dolgok, amik ott történtek, az számára egy ilyen pozitív visszacsatolás volt. Tehát, hogy én nem tudom, én így láttam, hogy egyfajta ilyen stafétabot átadás megtörtént. De ez a filmtől függetlenül megtörtént. Tehát ők a fiatal aktivisták, akik teszik a dolgokat, hála Isten, hogy vannak ilyenek. A film inkább ezt talán dokumentálta, vagy tetten érte, vagy megmutatta a társadalomnak, de igazából az volt az érdekes nekem, hogy a öreg mozgalmár generáció, meg a fiatal mozgalmár generáció találkozott itt. Nem szeretnék veletek cserélni, ezt komolyan mondom. Szépek vagytok, fiatalok vagytok, de nem szeretnék cserélni veletek. Meg az volt szerintem nagyon fontos, ugye, hogy megmutassa, még nem a Petinek, aki most is aktivista, a Milának, aki már hallott a múltról, hogy mi történt itt korábban, tehát hogy milyen szervezetek voltak, de hogy inkább a fiatalabb meleg generációnak, meg a nagy közönségnek, hogy itt van valamiféle meggyökeresedés, van egy folyamatosság, tehát mit olyan melegek nem Amerikából jöttek ide a rendszerváltás után, azért mert látták őket a tévében, és akkor hívtál mindenki magára is, mert hogy ő meleg, hanem hogy ennek itt van egy gyökere, és vannak olyan értékes emberek, akik tulajdonképpen letették ezeket az alapköveket. És az nekem fontos volt a filmben, hogy ezeket az embereket, ha nem is mindenkit, ugye sokkal többen vannak azért, de hogy ezt megmutassuk, és hogy ennek egy ilyen időbeli vonalat húzzunk, és hogy ha most jönnek generációk, akik fiatalok, vagy mást akarnak csinálni, vagy hasonlót akarnak csinálni, akkor is tudjanak mihez viszonyítani, vagy tudjanak kapcsolódni. Ugye itt a kapcsolódás a fontos. Tehát, hogy igen, itt nekünk van egyfajta történelmünk, amit meg kell őrizni, és hogy vannak olyan alakok, akikre esetleg föl lehet nézni, lehet kritizálni, mindegy, de hogy vannak. Azt akarod velem most kimondatni, hogy seckó, jednó, és semmi nem történt, és csöbörből vödörbe, akkor hazamegyek, mert ez nem igaz. Mert ez óriási különbség van. Óriási. A sötét rabságból a világos szabadságba érkeztünk. Gondoljátok el azt, hogy 60-as években, vagy 70-es, 80-as, 90-es években se tudtuk volna elképzelni azt, hogy van egy ilyen filmfesztivál, és az előbb mennyien voltak, de még így is rengetegen itt ülnek. El se tudnám képzelni, hogy azt 80-ban egy ember ült volna egy ilyen film, egy így és ilyen beszélgetés lenne. Tehát, hogy óriási a változás, de aki benne él, az rosszabb, persze. De nekünk megvan az a szerencsénk, vagy tehünk, hogy nagyon hosszú ez a táv, amit én látok, és ahhoz képest, hogy semmit nem lehetett, ahhoz képest most fölháborodnak az emberek, hogy ez felháborító, hogy most mit csinálnak a melegekkel, akár Trump, akár nálunk mi van, fölháborodnak, akkor ki háborodott föl? Senki nem háborodott föl. Szóval óriási a szörnyű, de legalább az emberek tudják azt, hogy mi ellen kell harcolni most. Akkor nem tudta senki. Hát nem tudom, egyszerűen nem volt semmire lehetőség. Most viszont tudod azt, hogy ez egy diszkrimináció, és ezzel ellen harcolni kell. Hát ez is óriási nagy különbség. Ez a történetiség, ez nagyon érdekes számomra, amit mondtuk a meleg identitásnak a történeti meghatározottságáról. És erről jut eszembe, hogy tehát konkrétan a Trump
tapasztalatotok mi arról, hogy mondjuk mást jelente mondjuk egy posztkommunista meleg identitás, mint mondjuk egy nyugat-európai, mondjuk a ti generációtokon belül mondjuk egy szűkítsük így a keretet. A viselkedésbeli különbségek vannak, tehát a velünk egykorú nyugat-európai melegek például sokkal magabiztosabbak, sokkal természetesebbek, nem hordoznak valóban annyi görcsöt. Mi is már ahhoz képest nagyon felszabadultak vagyunk, amilyenek voltunk mondjuk a 80-as években, és tényleg a filmben is elhangzott, hogy mi ilyen szempontból például szerencsések voltunk, mert eléggé szabadon éltük a saját életünket, de akkor is szerintem mindenkiben ott volt az a fajta félelem, hogy ez egy tabu, hogy a nyilvánosságnak is nagyon korlátozott határai vannak, tehát lehet, hogy a szüleimnek elmondhatom, hogy meleg vagyok, de már a munkahelyemen biztos, hogy nem. Tehát nekünk azért ez bennünk van, ez szinte a génjeinkbe beépült. Egy nyugat-európai fiatal, vagy velünk egykorúnál szerintem már sokkal inkább úgy viselkedik, mint egy mai fiatal, vagy közép-európai meleg. Szóval mindenképpen érezhető ez, hogy milyen körülmények között élték meg a fiatal melegségüket. Hirdetést szeretnék feladni. Megvan írva a szöveg? Igen. Felolvasom. Dokumentumfilmhez keresünk olyan 50-en túli leszbikus nőket, akik megosztanák élettörténetüket. Hát ez így nem fog menni nálunk. Szóval nem jó helyre jöttem? De mi ilyen jellegű hirdetéseket nem vehetünk fel, tehát nem veszünk fel. De miért nem? Igen. A főnökség megtiltotta. Mi a gond? Szóval hogy a nőklapjában nem? Hát a nőklapjában semmiképpen nem, sehogy sem. Tehát mi semmelyik újságban nem tudjuk fölvenni. Népszabadságban sem? Nem. De miért nem? Ilyet nem vehetünk fel, tehát a főnökségi, szerkesztőségi rendelkezéshez. Ha én most visszamegyek a producerhez, akkor mit mondhatok neki, hogy miért nem? Mi semmi ilyennel, ami törvénybe ütköző nem foglalkozhatunk, márpedig ez törvénybe ütköző. Törvénybe ütköző, a törvény tiltja. Sem szex, sem semmilyen normális erkölcsöt sértő hirdetést nem. Normális erkölcsöt, ja, oké, értem. És meg társai, szóval ilyen. És 2011-ben ugyanazzal a szöveggel, csak kicseréltük, hogy nem leszbikus, hanem meleg. De ugyanaz, totál ugyanaz a szöveget, ugyanebben a hirdetőirodában bementünk, tök más volt a kiszolgáló személyzet, és azt mondták, hogy ezt a hirdetés is nem adhatjuk föl. Egyébként ezt is megörökítettük, ez csak így ez már a filmben ugyanígy, de a YouTube-ra föltettük. Amikor a könyvhez kerestünk interjúalanyokat, és ugyanez történt, hogy nem. És azt ugye jogilag egyébként nem lehet megtagadni, úgyhogy a háttér jogsegély szolgálaton keresztül beismereltük ezt az irodát, úgyhogy ez a per az még azóta is tart, és egyébként hogy valahogy a Hír TV-vel együtt van ez a Hír TV, úgy igen, hirdető iroda, aki a... Nem lehet kideríteni, hogy pontosan ki a felelős, de hogy mely így azóta is ez a per, majd aztán ebből lesz valami, de hogy ezt így nem lehet azt mondani, hogy nem. A 80-as években hogyan, hol lehetett ismerkedni, honnan tudták ezt egymásról az emberek, hogy mik voltak a csempebárok, hogy milyen megkülönböztető jeleket próbáltak felfedezni egymáson, hogy milyen ismerkedő mondatokat, ilyen panelszövegeket kérdeztek egymástól, amikor így ismerkedtek, meg sétáltak az utcán. Ez is, meg az is, hogy a szervezkedés, tehát a meleg mozgalom az hogyan született. Tehát főleg ez érdekelt nagyon régóta. Még azt látom, hogy mi van előttem, mondjuk 10 év múlva, de nagyon fontosnak tartom azt megismerni, hogy mi volt 20-25 évvel ezelőtt, ahonnan elindulva tartunk most ott, ahol tartunk. Nagyon érdekes, amit mondhatok erről a késleltetett fejlődésről, a liberalizációról, hogy nyugaton az idősek úgy élnek, mint ma a fiatalok itt Kelet-Közép-Európában, illetve hogy Romániában mennyire erősek, mi oldáltak, hogy ez talán
hát ennek lehet egy pozitív olvasata is, hogy meg kell nézni, hogy most milyen a helyzet nyugaton, és akkor 10-15 év múlva itt is olyan lesz. De a film nem ezt mondja ki, a film azt mondja ki, hogy egy folyamat az elmúlt pár évben különböző tényezőknek köszönhetően, leginkább egy ilyen nem tudom, milyen politikai elit hatalomra jutásával megakad. És hogy ne legyünk ennyire optimisták, mert ez nem természetes, hogy ez a fázis késés, ez ide is el fog jönni, hozzá is el fog jönni. Én például nem hiszek ebben az egyenes, való, egyenletes fejlődésben, hanem társadalmi folyamatok vannak. Például Amerikában lehet jól látni, hogy mondjuk minden, mondjuk egy csomó melegszervezet bizonyos okokból, ezt most ne fejtegessük, mondjuk felfűztek mindent erre a melegházasság, legyen melegházasság, és akkor majd lesz egy jogegyenlőség, blablabla. De közben egy csomó olyan folyamat volt, ami miatt például az iskolai bántalmazásoknak nem volt vége, ugye voltak ezek a bizonyos fegyveres erőszakok, amik nem csak a melegekhez kötöttek, de például egy csomó erőszak folyta volt, és hogy szerintem tökre nem lett, hogy az volt mondva, úgymond, hogy igen, Amerika előttünk jár, stb. Ilyen dolgok miatt, de például Magyarországon tökre nem hallottunk olyanról, vagy hogy mondjuk mit tudom én, mondjuk egy srác az iskolában megölte volna az összes osztálytársát. Olyan biztos volt, hogy mondjuk bántalmazta őket, vagy ilyesmi. Tehát, hogy érdekes módon itt meg más dolgok voltak, amik jobban működtek. Ugye ott ez más dolgokkal kapcsolódik össze, például a fegyvertartással, meg ilyesmi, de hogy én... És hogy ennek is megvannak a különböző a folyamatoknak az okai, hogy ezek miért történtek így. És szerintem van a retorika szintje, az, hogy igen, és akkor fejlődik, és akkor Amerikában lehet házasodni, stb. És vannak a társadalmi folyamatok, amiket lehet, hogy mondjuk bizonyos kutatások mondjuk megvizsgálnak, hogy ez hogyan működik, de a nagy közönség számára csak ezek láthatók. És szerintem mi Magyarországon sokszor képesek vagyunk így ilyen, úgymond öngyarmatosítani saját magunkat, és azt mondani, hogy fú, hát itt milyen rossz, és majd 50 év múlva olyanok leszünk, mint Amerikában, hol ott látjuk, hogy a társadalmi folyamatok nem előre mennek egyenesen, hogy fejlődés, és akkor fejlődünk tovább, és akkor fejlődünk egyre jobban, hanem különböző társadalmi hatások vannak, aminek például ugye az Amerikai Egyesült Államokban mondjuk az is lett az eredménye, hogy mondjuk Trumpot megválasztották, és az is egy érdekes kérdés, hogy miért. És igen, csak ennyit szerettem volna így hozzáfűzni. De hogy olyan nagyon erotizált képeket nem akartam, vagy mit tudom én, egy ilyen szexhelyzetet imitálni, azt mondjuk nem akartam. Szerintem sokkal izgalmasabb az, hogy van is, meg nincs is, vagy sejtjük is, meg nem is. Sőt, én... De a víz alatt, bocsánat, a víz alatt az tényleg megvolt, és ugye be is tudtuk a kamerákat vinni, és az ott olyan nagyon szép, és ott is egyébként az van, hogy sejtem is, meg nem is. Tehát, nagyon szép az a víz. Szerintem egyébként jól tetted, szerintem megtörte volna a filmnek az egész hangulatát, hogyha ott van egy ilyen regiszterváltás. Persze, tehát, nem is nekem nekünk nagyon tetszett ez a megoldás, az érdekelt, hogy van, ebben mögött volt egy ilyen konstrukció, vagy valami. Igen, tehát ezt a maga természetességében mutassuk meg, mindenféle árnyalatával együtt. Egyébként még néha beszéltük, amikor nem jött össze a pénz a filmre, hogy gyorsan kéne egy pornófilmet mondani, ezt eladni, és annak a pénzéből befejezi a filmet, vagy annak a felvételéből. Ezt le is tudtátok forgatni, igen. De egyébként, mikor mentünk kiforgatni a nudista strandra, akkor mindenki azt mondta, hogy csak nem gondolt, hogy le fogunk ott vetkőzni. És akkor Maria azt mondta, hogy figyeljétek, aki nem akar levetkőzni, az lehet ruhába, semmi nem kötelező, majd ahogy alakul. És valahogy úgy olyan volt a hangulatot, valóban annyira felszabadult, hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy mindenki ledobálta magáról a ruhát kérés nélkül, sőt, hát ott volt a öcséd is, aki szintén részt vett a forgatásban, ő egy heteró pasi. Meg a hangmérnök az meg is hangmérnök is levetkőzött. És egyszer mindenki levetkőzött, és baromi jó. Annyira természetesen jött, és tényleg nem olyan volt, hogy mondjuk, ha most azt mondanák, hogy most vetköző le mindenki, és üljünk itt Westerről le egymással szemben, nyilván mindenki nagyon feszengene, és a természetellenes helyzet lenne. Ott viszont az volt a természetes, és egyáltalán nem éreztük azt kínosnak. És tudod, azért annyit elárulok, de végül azt hiszem, hogy a filmben is van valami utalás, hogy azok, akik nem csak akartak leve, ők nem vetköznek le, de mikor az egész sztorit, hogy ez hogy zajlik, és mi volt itt, 30, meg nem tudom hány évvel ezelőtt,
És egyszer csak bementek az erdőbe, és mosolyogva jöttek ki, és utána, hogy hát igen, hát tényleg is siker, igen. Tocol, akik a stábból, a fiatalok bementek, és voltak kalandjaik benne, úgyhogy elképesztő. Na még akkor a sztorihoz az, mert ez sehol nincsen meg, hogy mindenki abban az időben volt egy hír, hogy valamilyen nudista strandon épp egy magyar stáb pornófilmet forgatott, és üldözi őket a rendőrség, és próbálja elkapni. És akkor azt hitték, mert látták a kamerát, és lement a hír, hogy itt van egy stáb, aki forgat a strandon. És jött, hogy szólnak a rendőrség, mindenki föllázított, és már jön a rendőrség, és le kell adni a kártyát, ami benne van a gépbe. Nem tudom, valóban eltüntették a Mariék a kártyát, és aki volt esetleg ilyen meleg helyen, és tudja, hogy ott ez általában erdő van, és az erdőben egyszerűen fogalmunk sem volt, hogy tudunk elmenekülni, az egész stáb kamerákkal, mindenféle statívokkal menekültünk az erdőbe, ellenkező irányba, mert hát mindenképpen elkaptak volna bennünket, és mire derül ki, hogy mi nem pornófilmet csináltunk, hát nem tudom, és átvergődtünk összekarmolva, meg erdőn mentünk keresztül, de hát úgy, hogy tényleg eléggé lengén voltunk, és át tudtunk menni az erdőn ott rában, és ott tudtuk, hogy egy autókkal várnak, már letelefonáltuk, és az autó elment az erdőnek a túloldalára az országúton, és addig végigmentünk az erdőn, óriási. Körülbelül egy kalandfilm is benne volt. Ez egy kalandfilm, csak ez nem volt, mert akkor menekültünk tényleg. Az nem volt semmiféle filmen rajta, menekültünk. Szóval óriási élmény.